Jó estét kívánok, sok szeretettel köszöntöm a kedves tévénézőket, Deák László, evangélikus lelkész vagyok, és Önök a KUC című műsort látják itt a Pax TV-ben. Az elmúlt héten Szabó Balázs volt a vendégem, akivel a Szentírásról és a kegyelemről beszélgettünk. Reformációhoz kapcsolódóan fontosnak tartottam azt, hogy megnézzük egy mai fiatalnak az életén keresztül, hogy mit jelentenek ezek a dolgok, mit jelent az ő számára a Biblia, és mit jelent számára azt, hogy átélte és megtapasztalta Istennek a kegyelmét. Ma ezt a beszélgetést fogjuk folytatni, azzal a különbséggel, hogy a mai az nem egy élő műsor, hanem egy felvett, ezért azt kérem, hogy ne telefonáljanak, de ha bárki szeretné elmondani a véleményét, akkor erre lehetősége van e-mailbe a kutpaxtv@gmail.com e-mail címen, vagy pedig a jövő héten lehet minket hívni telefonon is. Aki e-mailbe szeretne bármit kérdezni, akár Balástól, akár tőlem, az bátran tegye meg ezen az e-mail címen, és ígérem, hogy válaszolni, segíteni fogunk. Egyre több ilyen megkeresés van, nagyon sokan számomra teljesen meglepő módon még a kispesti címünkre is írnak levelet, sikerül azt is kinyomozni. Azt is köszönjük, de nyugodtan lehet írni e-mailt is, és tényleg igyekszünk mindenre válaszolni. Én nagyon köszönöm neked azt, hogy újra elfogadtad a meghívást, és örülök, hogy itt lehetek. Múlt heti élőadás után újra itt vagy. A bevezetőben azt mondtam, hogy folytatjuk a beszélgetést, bár nem pontosan ugyanaz lesz a téma. Inkább arról fogunk beszélgetni, hogy gyakorlatban akár a Szentírást, akár a kereszténységnek a legfontosabb üzeneteit hogy lehet közel vinni a fiatalokhoz, és ebben te nagyon autentikus vagy, hiszen a szolgálatodnak a jelentős része az a mai tizenéves korosztály felé és a mai fiatalok felé szól. Ez nem jelenti azt, hogy persze a zenédet ne szeretnék az idősebbek is, vagy akár a szolgálataidat, de azon a programon keresztül, mert benne vagy, rendszeresen találkozol egy nap valamikor több száz gyerekkel is. Pontosan tudod, hogy mit gondolnak, mi van a szívükbe, a lelkükbe, és megvannak azok az eszközeid, lehetőségeid, amikkel próbálod őket megszólítani. Erről fogunk ma beszélgetni, és nagyon köszönöm, hogy azt is vállaltad, hogy ennél még személyesebben is fogsz szólni, hiszen három gyermekes édesapa vagy, és az egy nagyon izgalmas kérdés mindig, hogy az ember, akár lelkipásztor, akár bármilyen szolgáló, kiáll egy adott közösség közé elé, akik talán számára akkor még idegenek, és mondja az evangéliumot, de hogyan tudja ezt megélni otthon a családjában, és hogyan tud otthon bizonyságot tenni. Ebben is meghallgatjuk majd a tapasztalatodat. Kezdjük azzal, hogy azok számára, amik vannak, de már nagyon kevesen biztos, akik nem ismerik még az életre, csak egy pár szót mondjam, mert ez azért fontos lesz a mai beszélgetésünk szempontjából is, hogy honnan érkeztél, hiszen te is voltál, ugye fiatal, egy keresztény körbe, akkor nagyon még sok-sok kicsapongással. Nagyon szépen öregeztél most le, köszönöm. Hogy? Én is voltam fiatal, köszönöm. Te is voltál, akkor olyan kamasz. Igen. Én alapjában véve szerencsésnek tartom magamat, mert én hívő családba születhettem bele. Tehát nálunk tényleg teljesen természetes volt az, hogy imádkozunk, olvassuk a Bibliát. Számomra egy teljesen evidens dolog volt, hogy ahogyan édesapámat megszólítom, vagy édesanyámat, úgy az Isten is megszólítható. Tehát ez nekem sose volt kérdés, legalábbis kiskölyökként nem. Sokkal könnyebb volt bizonyos szempontból kisgyereknek lenni, mert könnyebben tudott az ember talán azonosulni, könnyebben hittel dolgokat. Uh-huh. Aztán ahogy öregszünk, meg vannak tapasztalataink, úgy ez egy kicsit változik. De mindenképpen szerencsésnek tartom magamat, mert az, hogy hívő családba születhettem, egy nagyon erős alapot jelentett. Nyilván mindenki elképzel egy életet magának, vagy a gyerekeinek, aztán tehát helyettem sem dönthet más, én is meghoztam a saját magam döntéseit, van, amikor jó döntéseket, van, amikor rosszakat hoztam. A rossz döntésekbe beletartozott az, hogy én tettem egy szép nagy vargabetűt, és összepereskedtem az Úristennel, és azt mondtam, hogy hagyjuk egymást békén, jó lesz ez, ő menjen arra, én megyek erre, és gyakorlatilag én 5 éven keresztül a különböző könnyű drogokkal pumpáltam magamat, elég sokat dohányoztam mellette, nagyon sokat ittam is. Ma már ezek nem olyan nagyon kirívó dolgok, de ugye én a 90-es évek közepén, 96-tól voltam középiskolás. És akkor ez még akkoriban is előfordult, de azért ennyire nem volt durva a helyzet, mint most. Uh-huh. Úgyhogy ebben igazából sajnos ma már semmi kirívó nincsen, és nem is akarom ezt én túl
túlspirázni. Egyszerűen ez volt. És aztán az Úristen megszólított egy fantasztikus 2001-es nyári éjszakán. Édesapáméknak a kertje végében álltam a hegytetőn, és elég bódult állapotban azon morfondíroztam, hogy mi a fene tartja össze ezt a világot. És az Isten úgy ragadott meg engem, ahogyan nem gondoltam volna. Tehát nekem évtizedeken keresztül tanították azt, hogy hogyan kell megfelelni egyházi szabályoknak, gyülekezeti szokásoknak, hogyan öltözködj, hogyan beszélj, hogyan imádkozz, mit tegyél, hogy egyél, mit csinálj, hogy csinálj, mi mindent kell tenned, és majd ha mindennek megfeleltél, na majd akkor az Isten elfogad. És aztán rájöttem idővel, hogy egyrészt ezeknek a ostoba és tényleg szörnyű elvárásoknak én nem csak, hogy nem tudok megfelelni, nem is akarok. Uh-huh. És az Isten egy olyan pillanatban ragadott meg engem, ami nem teljesen szembe ment azzal, amit eddig tanítottak. Tehát én bedrogozva álltam egy hegytetőn, és az Isten közel jött hozzám. És ott ragadta meg az egész életemet. Egyszerűen tényleg olyan volt, mint egy angyali jelenés. Egyszerűen Krisztus, mintha megállt volna mellettem, és nem szólt semmit, nem csinált semmit, csak egyszerűen mégis szeretve éreztem magamat attól, hogy ott volt a közelemben. Uh-huh. Számomra ez egy nagyon-nagyon fontos és megmagyarázhatatlan éjszakai Isten élmény volt, de az egész életemet változtatta meg. Pontosan azért, mert ebben az isteni élményben láttam meg a Szentírás valóságát, hogy a Pál apostol azt írta a római levélben, hogy az Isten abban mutatta meg az irántunk való szeretetét, hogy Krisztus már akkor elküldte értünk, amikor mi még a bűneinkben voltunk. És nekem meg ugye hát évtizedekig más tanítottak, hogy először legyél jó, meg mit tudom, törekedjél, meg izomból, meg törvényből, meg testből csináld meg a frankóságot, és majd akkor jó leszel. De az Isten meg pont a kegyelem oldaláról közelített, és ez mi igazából mindent megváltoztatott. Kérdezek valami nehezet, és próbálom anélkül, hogy bántó lenne. Az lehet, hogy éppen azért fordultál különböző ilyen drogok meg egyebek felé, vagy azért váltál dacos éppen a kereszténységgel szemben, mert azt érezted, hogy úgyse tudok megfelelni annak, amit akarnak? Vagy hát, ez teljesen egy ilyen ettől független kamaszkori lázadás volt? Nem, ez nem volt. Független, ettől nyilván ez is belejátszott. De nekem a legfőbb problémám az nem ez volt egyébként, ez egy része volt, hogy amikor engem amúgy is, meg kiskoromban is nehéz volt ilyen leszorítani, vagy hogyan mondják ezt, ilyen skatujába zárni, mindig nagyon szerették volna, és én nekem ilyenkor mindig kinyílt a bagóleszőm, és kölyök koromban is nagyon könnyen tudtam összetűzésbe kerülni, vagy nem is az, hogy összeveszni, de legalábbis más véleményem voltam nagyon sokszor, mint sok lelkész vagy gyülekezetvezető. Pont azért, mert kinyitottam a számot, mert voltak önálló gondolataim. Tehát én úgy próbáltam gyerekként is ezt komolyan venni, amikor elmondták a Szentírásban, meg van írva, azok Istennek a gyermekei, akiket az ő szent lelke vezet. És ha én imádkozok és szól hozzám az Isten szent lelke, akkor meg hirtelen le vagyok oltva. Mert hát nem úgy gondoltuk, de hát az Isten meg úgy gondolja. Szóval az, hogy egyfajta vallásos vagy képmutató dolgot tapasztaltam meg az egyházon belül, ez is hozzájátszott ahhoz, hogy én elforduljak az Istentől, de a legfőbb problémám az volt, hogy saját magamban csalódtam. Hát kiskamaszként, vagy nem is kiskamaszként, de kamaszként, tínézserként eljut ide az ember. És ezt nagyon, nagyon rossz oldalról kezdtem el megközelíteni aztán. Uh-huh. Beszélgetünk majd a mai fiatalokról, de én megelőlegezném már azt a kérdést, hogy ott tudnád összefoglalni, mik voltak azok a legnagyobb hibák, amik ezt éppen kiváltották belőle. Tehát mi az, amit te ma egy gyülekezet vezetőjeként másként csinálnál saját magaddal? Ha rád bíznák a mai eszeddel az akkori Balást, akkor mit csinálnál másképpen ezzel a fiúval? Kapásból nem szeretnék gyülekezet vezető lenni. Igen? Ez egy nagyon sarkalatos és fontos dolog. Van nekem elég bajom így is. Szerintem hogy lehetne kezelni? Hogy tudnád kezelni azt a Balást, aki te voltál akkor? Szerintem baromi egyszerű ez az egész kérdés, tehát hogy nem kell ezt túlspirázni. Tehát, hogy te egy önálló, szuverén ember vagy, és én is. Az alapvető dolgokban egyetértünk, hogy Jézus az Isten fia, meghalt értünk, feltámadt, megváltott és megbocsátotta a bűnünket. Ebben egyetértünk. Uh-huh. De attól még egy csomó minden másban lehet más a véleményünk. És
szerintem egyszerűen csak azt kell tudomásul venni, hogy az egység, hogy én egységben vagyok veled, vagy egyetértek veled, és egy irányba megyünk, az nem azt jelenti, hogy bólogatunk egymásnak minden dolgára, hanem egyszerűen csak annyi, hogy az alapvető dolgokban egyetértünk, igen, de attól még te másképpen csinálsz dolgokat, másképpen neveled a gyerekedet, más foci csapatnak szurkolsz, más zenét hallgatsz, más a hobbid, és akkor mi van? Tehát, hogy egyszerűen csak elfogadni a másik embert. Tehát szerintem nem kell ezt az egészet túl lihegni, és főleg nem kell, tehát ilyen pojácának lenni, nem kell, nem tudom ezt ebben mondani. Tehát, hogy szerintem, ha az Isten rábíz valakire, mondjuk ilyen nagyon biblikusan egy kis nyájat, akkor arra a pásztorra az nem azért bízza rá, hogy a pásztor egyfolytában ostorozza őket, és mindig csak megmondja, hogy mit, hogyan kell csinálni, és mindig megmondja a frankót, hanem azért vigyed tágas térre, barátom. Legeljen, igen, adjál neki támpontot, segítsed, vigyázzál rá, őrized, de ne uralkodni akarjál rajta. Uh-huh. Tehát ha elfogadjuk azt, hogy igenis azért járunk gyülekezetbe, hogy jól érezzük magunkat, ezt nyugodtan ki lehet mondani. És azt is tudomásul kell venni, hogy addig járunk egy bizonyos közösségben, amíg ott jól érezzük magunkat. Ha azt érezzük, hogy elkezdenek ilyen ostorozni, meg csapkodni bennünket csalánnal, meg ásóval, meg kapával, meg mindennel, de nem mondhatod nekem azt, hogy már pedig én akkor is oda járjak, és ott kell megdöglenem. Miért? Ne haragudj, miért? Ki vagy? Aha. Tehát, hogy szabad akaratunk van, szabad döntési jogunk van, nyilván próbáljuk az ember próbálja az Istent követni, és hogyha az Isten azt mondja, hogy figyelj, neked most másfele van dolgod, akkor ezt próbáljuk meg elfogadni. Aha. Zárjában mondom, hogy igazából az a tragikus ebbe, amit elmondtál, hogy azok a gyülekezetek is nagyon tudnak növekedni, ahol állandóan az embereket mondjuk lelkileg csapkodják, mert valakinek meg éppen erre van igénye. Tehát lehet, hogy éppen annyira fél attól a nagykorúságtól, amiről te beszélsz, hogy akkor érzi biztonság magát, ha valaki pont ezeket a határokat meghúzza. Ez is benne lehet, de hát ugye, hogyha az emberek félelemben vannak tartva, akkor nagyon könnyen irányíthatóak. Tehát, hogyha tudatlanságban meg félelemben vannak tartva, akkor úgy irányítod őket, ahogyan akarod. Aha. Lehet, hogy nem illő, de George Orwellnek az 1984 című regényét én jó szívvel ajánlom mindenkinek elolvasásra. Egészen elképesztő. Egészen elképesztő, és tényleg egy tragikomédia, ami néha zajlik az egyházban, de hát reméljük, hogy majd az Istennek a kegyelme ezt átformálja. Aha. Említetted, hogy nem szeretnél gyülekezetvezető lenni, de azért nagyon komolyan szolgálsz, még ha hát nem is tudom, hogy mondjam, egy kicsit szabadabban, vagy függetlenebbül, de azért nagyon-nagyon sok felé, és nagyon komoly felelősséggel. Erről mondanál egy pár szót, hogy ez hogy indult, és mit jelent a gyakorlatban? Ez annyit tesz, hogy én őszintén mondhatom, és bántás nélkül, hogy engem nem érdekelnek a gyülekezetek. Engem a közösség érdekel, engem az érdekel, hogy az adott templomban, vagy gyülekezetben, ahova én járok, ott ige hirdetést halljak, tiszta evangéliumot halljak, ne propagandát, ne kampánybeszédeket, ne üzengetést a szószékről, meg a saját véleményeinket ne akarjuk Isten üzenetének beállítani, hanem akkor ott evangélium legyen. Ha úgy tetszik, én ahova járok, Tahitót faluba, a baptista gyülekezetbe, az én mentalitásomhoz képest az a közösség egy picit visszafogottabb, kicsit tradicionálisabb. És egyáltalán nem érdekel ez a része. Ez most nagyon kétlek, értsd jól te is, hogy, persze, hogy ez számomra nem probléma. Én olyan örömmel megyek, tiszta ige hirdetést hallok, tudok együtt énekelni a közösséggel, és innentől kezdve az összes többi lényegtelen. És mivel van egy közösség, ahol itt tartozhatok, ez egy nagyon fontos dolog. Az én munkásságom valamiért az Úristen úgy bízta rám, hogy nekem nem egy gyülekezeten belül van csak feladatom, hanem hála Istennek járhatok az országban, meg a határon túl is elég sok felé. Uh-huh. És én ezt nagyon élvezem, és aztán hazatérek a gyülekezetbe megpihenni, mert ott nem kell minden héten szolgálnom, és ezt így nagyon élvezem. Uh-huh. Úgyhogy amerre meg járhatok, iskolákba, de ugye nem csak iskolamissziós rendezvényekre, hanem falunapoktól a fesztiválokon át, evangelizációs rendezvényekre, önkormányzati meghívásoknak eleget téve, és közeledik az advent, akkor majd az adventi koncertekkel, amerre járhatok. Én ezt nagyon-nagyon élvezem, hogy van egyfajta szabadságom. És ez az, amit kevesen ismertek eddig föl lelkészek közül, de hála Istennek vannak, akik ezt tudják kezelni, hogy nem attól leszel te jó lelkész, hogy minden áron lefolytod és magadhoz láncolod az embereket, hanem hogy hagyod őket szárnyalni. Az a teljesen és ettől szerintem nekik is jobb. Beszéljünk egy kicsit ezekről a részekről. Jó. Mielőtt a központi részről beszélgetnénk az iskolamisszióról,
Nekem nagyon tetszett, hogy azt mondtad, hogy önkormányzatok is. Tehát abszolút világi rendezvényekre önkormányzatok is meghívnak, mert szeretnének keresztény könnyűzenét hallani? Nézd, én nagyon tudatosan törekszem arra, hogy a dalszövegeim valahogy... De azt gondolom, hogy az Istenről szóló daloknak van létjogosultsága a templomokon kívül is. És tudom, hogy ez ugyanakkor az egyházi berkeken belül meg sokan megszólnak ért, hogy miért nincs mindig kimondva, hogy Jézus, meg túl kevés a halleluja a szövegekben, meg nem tudom, tehát mindenbe bele lehet kötni. Én meg mindig elmondom, hogy igazából én egy tök egyszerű, de határokat feszegető pali vagyok. És ha őszinték vagyunk, akkor azt kell mondanom, hogy egyházon belül határokat feszegetni nem egy nagy kihívás. Uh-huh. Tehát akármit is csinálunk, egy picit másabb, mint amit megszoktunk, akkor már egy céltábla lesz a mellkasunkon, és megtalálnak. És igen, hála Istennek, ez az út, amit én úgy érzem, hogy a Teremtő rám bízott, hogy én a gyülekezeti falakon kívül elsősorban igyekezzek róla bizonyságot tenni, ez egy jó útnak tűnik. Nagyon nehéz, nagyon rögös, de engem meg örülök, hogy úttörőnek szánt az Isten, és ezt nagyon élvezem. Úgyhogy igen, van, amikor önkormányzati rendezvényeken különböző tehetségkutatóból oda került énekesek előtt, vagy után, vagy nagy nevű zenekarok előtt, vagy után állhatunk színpadra. Ez mindig kihívás, de én nagyon élvezem. Bár nem terveztem, de azért megkérdezem, mert ez tényleg egy új terület. Jó. Egy-egy önkormányzati rendezvény után milyenek a visszajelzések? Mondjuk egy falunapon, ahol elképzel az ember egyfajta közösséget, ott is ki tud alakulni egy komolyabb összhang, akik mondjuk jönnek egy nagy nevű, vagy a nem tudom melyik, most nem akarok nevet mondani, tehetségkutatóból nézők, és akkor egyszer csak azért Jézusról hallanak egyebekről. Tehát alakultak ki így beszélgetések? Persze. Nézd, ez egy nagyon érdekes dolog. Én nem beszélek másképp itt most veled, mint ahogy mondjuk otthon. Bár ha felhúznak a gyerekeim, akkor egy picit másképp beszélek otthon nyilván, de alapjában véve itt vagy a színpadon, én nem próbálok nem másképpen viselkedni. Uh-huh. És ahogyan itt beszélek veled a személyes dolgaimról, én azt tapasztaltam, hogy ha nem más mutatok, hanem önmagamat, és a saját dolgaimat, a saját sztoriaimat osztom meg, és arról beszélek, hogy velem mit tett az Isten, mert hogy én magam mit tapasztaltam, akkor az mindig működőképesebb, mint ha azt mondom, hogy egyszer volt, hol nem volt, hallottam valakiről, aki hetet hét országon túl a szomszédjának az ismerősére volt. Uh-huh. Tehát, hogy ez mindig működik. Hogyha van tehát csak a személyes kontaktussal lehet egyébként szerintem célt érni. És ez működni látszik. Uh-huh. A másik terület, és javíts ki, valamit rosszul mondok, hogy a baptista szeretett szolgálaton belül végeztek egy iskolamissziót. Nagyon sok eddigi állami fenntartásban lévő iskolát vett át a baptista egyház, és itt nagyon fontosnak tartjátok azt, hogy ott szóljon az evangélium, és te ezt egy olyan módszerrel végzed, hogy meghívnak egy-egy iskolába, ahol egymás után, és ez mondjuk fizikailag se egyszerű, 5-6 rendhagyó osztályfőnöki órát tartasz, ahol dalban, akkor prózában bizonságot teszel az életedről, elmondod, amit veled tett az Isten. Ez mikor indult? Hogy indult? Hogy alakult ki ez az egész? Mert ez egy nagyon jó ötlet. Ez egy nagyon jó dolog, igen. Sajnos nem én vagyok ennek a feltalálója, tehát nagyon örülnék, ha elmondhatnám, hogy igen, de nem én találtam ki. Gyakorlatilag az én emlékeim szerint, kedves barátaimon keresztül, ez már a 80-as évek közepén is működött. Nyilván kicsit más technikai részlet, vagy technikai eszközökkel, meg más mederben zajlott ez az egész, de az alapkoncepció az nagyon-nagyon régi. És akár csak ugye a Szentírás, tehát hogy az üzenet nem változott, az üzenet az sok ezer éves, az, hogy most ezt milyen köntösbe öltöztetjük bele, ez már egy más kérdés. Az iskola missziót én azt hiszem, hogy 3 évvel ezelőtt kezdtük el. Volt Szenci Sándorral, a baptista szeretett szolgálat elnökével, aki nekem személyesen mentorom is, lelkészem. Kezdtünk egy nagy evangelizációs turnéba, sorozatba, és akkor elég sok iskolába eljutottunk, és döbbenetes dolog volt azzal szembesülni, hogy az Isten szereti az embert úgy, ahogy van. Nem kell megfelelni, nem kell a mantra, nem kell az egyház, semmi. Egyszerűen az Isten közel jön az emberhez. Ugye hát az örömhírnek pont ez a lényege, hogy nem az, hogy én mit értem el, meg én hogy találtam meg az Isten, hanem hogy az Isten hogyan talált rám. És egyszerűen ebben az országjáró sorozatban
sok ezer, tehát több mint 2000 diákot láthattunk és hallhattunk együtt imádkozni, hogy döntést hoznak az Isten mellett. Mi magunk is, vagy legalábbis én magam is számtalanszor hoztam már döntést, és aztán veszítettem el ennek az erejét, a lendületét, és kellett újra és újra talpra állnom, tehát ez ugyanígy megy tovább most is, de ezután a turné után azon kezdhettünk el dolgozni, hogy rendszeresen ott tudjunk lenni az iskolákban, nem csak iskola lelkészek, hanem mi is ezzel a rendhagyó osztályfőnöki óra és iskola koncert sorozattal. Gyakorlatilag az első és a második fél évben a tanév során mindig van egy nagyobb etapunk, és akkor másfél-két hónap alatt igyekszünk minél több iskolába eljutni. És ez egy nagyon nagy lehetőség. Ezt azt hiszem, hogy 3 éve csináljuk, két és fél-három éve, és én most kezdem azt látni, hogy hála Istennek, hogy most már nem nekünk kell azon dolgozni, hogy ez működjön, hanem most már ez elkezdett beindulni. Tehát, hogy igénylik a gyerekek, igénylik sok esetben az intézményvezetők és a pedagógusok is. És én tényleg nagyon nagy alázattal igyekszem ezt az egész helyzetet kezelni, de rendkívül boldog vagyok ettől. Aha. Ez egy fantasztikus dolog ebben részt venni. Bizonyára vannak helyek, ahol vissza jártok, de vissza tudsz emlékezni arra, amikor egy-egy helyre először mentetek? Van egy iskola, állami iskolaként működik, egyszer csak azt mondják, baptisták lesztek. Ugye ismerem, mert evangélikus iskolák átvételén ott voltam, voltunk mi evangelikántól, evangelizátoroktól kezdve minden, tehát még valóban felekezetet sem nagyon tudták, tehát itt is mindenfélét mondanak bizonyára. Persze. Baptista, meg minden, és akkor egyszer csak azt mondják, hogy valaki jön itt, nem is tudom, milyen szót használnak, ugye legalább nem használnak ilyen idegen szavakat, amit a gyerek elszaladt, hogy most biblia óra lesz meg a gyerek, hanem rendhagyó osztályfőnöki óra. Hogy jönnek be a gyerekek? Mi az, amire vissza tudsz emlékezni? Így először. Hát amikor először, ez egy nagyon érdekes dolog, ugye ez is egy úttörő feladat elindítani ilyen dolgokat. Havonta egyszer vannak Isten tiszteletek most már egyre több intézményünkben. És ott, ahol ez elindult, ugye kezdve azzal, hogy Szenci Sándorral megjelentek az iskolában, már volt egy impulzus, valamilyen benyomás érte a diákokat, ha nem is mindenkivel személyesen, de azért már találkoztunk, vagy legalábbis a diákok nagy része látott, például engem, tehát annyira már nem voltam idegen, de én azt vettem észre, hogy nem nagyon tudták, mire számítsak. Térítgetés lesz, meg jössz ezzel az istenes hülyeséggel, és akkor bedurrantjuk az első videóklippet, föltesszük, hogy a fényeket be van sötétítve, ilyenkor mozi terem sötétségűre az adott helység, ahol vagyunk. Elindulnak kis filmek, amiknek van ilyen tanmesének mondják ezt, vagy gyerekek között, de olyan kis filmek, amikben van eszencia, amiben van tanulság, akkor ebből el tudunk indulni, és elkezdek mesélni az életemről. És nagyon sokszor azt vettem észre, hogy az a 45 perc, amit mi tök jól beosztottunk előre, hogy akkor ennyi a kisfilm, ennyi a próza, ennyi a dal, az nagyon sokszor nem volt elegendő arra, hogy mindent át tudjunk adni, és sokszor találkoztunk olyan esettel, hogy kicsöngettek, és mondtam, hogy oké, gyerekek, lejárt az időnk, akkor gyorsan még egy közös fotóval fejezzük be. Nem, még mondjad. Aha. És hogy ezek nagyon jó dolgok, tehát hogy ha megint csak arra tudok visszautalni, mint az előbb is mondtam, hogy ha nem játszom meg magamat, hanem úgy önmagamat adom, és csak azzal a roli egyszerűséggel, ami én magam vagyok, akkor ez működni látszik. Aha. Az Isten valahogy ezt tudja használni, hogy nem játszom meg magamat. Arról szeretnék most majd beszélgetni veled, hogy milyenek ismerted meg ezeket a fiatalokat, de az első, amit elmondtál, azért ez egy nagyon szomorú kritika az előző nemzedékekre nézve. Hiszen igazából azzal tudod nagyon sokszor megfogni a fiatalokat, hogy egyszerűen közvetlen vagy, és ez megdöbbenti őket, mert egy egyházi embertől nem ezt várták. Érzed ezt? Hogy nagyon én sokszor abszolút érzem ezt, tehát hogy ugye találkoztam én, hogy mit akarsz itt, te hülye pap? És akkor mondom, nem is tudom, már hány templomból vagyok, kitiltva, ne viccelj, mert én pap, Úr Jézus, dehogy is. Ha meglátják azt, hogy esetenként szakadt farmerba, vagy tornacipőbe, vagy egyszerű pólóba, ugyanúgy megyek jó, gondosan belőtt hajjal, mert ugye az kell. Tehát igazából egy vagyok közülük, csak egy picit ráncosabb, meg öregebb, egy 20-assal. De egyébként én nem de, tudom. De a fiatalok maguk az egyház életet, azt egy szürke, unalmas, élére vasalt, nadrágos valaminek képzelik el, nem? Szerintem alapjában véve igen, tehát legyünk őszinték, nem mindig vagyunk
most az egyházat nagy elvel értem, tehát összes felekezet mindenki, nem mindig vagyunk elég vonzók ahhoz, és nem vagyunk elég hitelesek sem ahhoz sok esetben, hogy kedvet csináljunk bárkinek ahhoz, hogy elkezdjen gondolkodni azon, hogy vajon tényleg van-e Isten, és tényleg szeret engem valaki. Előbb találnak az emberek fogást a telejósdában, a TV jósokon, az internetes, milyen hülyeségeken, meg egy csomó minden máshol keresi az ember a megoldást, csak az Istennél nem, és ez azt gondolom, hogy részben a mi kritikánk, mert nem úgy élünk. Akár sokszor én magam is nem úgy élek, hogy az kívánatos legyen, hogy az hiteles legyen. Hát ezen kell változtatni. Ebben a műsorban nagyon sokszor elhangzott az, és nagyon sokszor mondtam én is, és ezt most is vallom, hogy óriási lehetőségeket mulasztottak el nagybetűvel az egyházak az elmúlt 26-27 évben, hogy mindig itt tartunk. Tehát, hát ebből kéne nekünk tanulni igazából, és most már ezeket a lehetőségeket megragadni. Tehát hogyha megtér, és az Isten mellett döntést hoz 10, 20, vagy 100, vagy 200 fiatal, akkor ne azt mondjuk már könyörgöm, hogy nekünk ez nem kell, mert a liturgiánkkal így mi lesz, hanem mondjuk azt, hogy hála a magasságos Úristennek, végre nem pusztul ki a gyülekezetünk meg a templomunk, hanem végre van utánpótlás, akkor hadd csinálják úgy, ahogy ők szeretnék. Szinte minden kérdésem elé teszem, hogy kérdezek egy nehezet, de ez is az lesz, és nem is igazán tudom én sem a megoldást. És most értsd akkor jól. Én sem fogom tudni. Értsd jól. Hasonló helyzetekben, amikor valahol mondjuk meg tudtam jelenni lelkészként, úgy mai modern emberként, felvetődött az a kérdés, hogy olyan szempontból nem csapom-e be az embereket, hogy oda megy Szabó Balázs, Borsod megyébe, Nógrád megyébe, nem tudom, Szabolcs, Szatmár, mész mindenfelé, bemutatod ezt, a fiatal találkozik Istennel, és elmegy egy helyi közösségből, meg abszolút nem ez lesz. Tehát ennek hogy lehet folytatása? Szerintem igazából nem biztos, hogy nekünk be kell vinni, most a csúnyát mondok, nem biztos, hogy nekünk be kell vinni a fiatalokat, vagy az embereket a gyülekezetbe. Hanem hát Jézus mit csinált? Tehát ő mindig így kezdte, minden városba bement a zsinagógába, és aztán jöttek a nagyokosok, akik megmondták, így kő, úgy kő, amúgy kő, takarodják kifele, meg akarták kövezni, el akarták küldözni. Na, ekkor kezdődött az igazi nagy sztori. Mert ilyenkor tudott menni Jézus a Zákeusokhoz, meg a vámszedőkhöz, meg a prostikhoz, meg az összes olyan kinézett alakhoz, mint amilyen mondjuk én is vagyok. Hát velem se a templomba találkozott az Isten, érted, hanem betépve egy hegytetőn. Tehát, hogy Jézus ugyanezt csinálta, akkor indult az evangélium, amikor igazán, vagy az evangelizációnak a veleje az akkor kezdődött meg, amikor kilépett a templomból. Tehát mi van akkor, hogyha mi nem akarjuk az embereket bevinni a templomba? Mi van akkor, hogyha az Istenházát visszük oda, ahol az emberek vannak? Abszolút egyetértek. Éppen tegnap fejeztem be egy könyvet, aminek az volt a címe, hogy Falak nélküli gyülekezet, ami pont erről szólt, hogy nem csak az a gyülekezet, amit egy szép templommal vagy imaházakkal be tudunk határolni, mert ez nagyon jó, meg nagyon szép, de sokszor éppen megakadályozza azt, hogy valaki bejöjjön, meg azt is, hogy valaki kilépjen. És ott levezeti az egész egyház történeten keresztül, hogy igaz ébredés mindig akkor volt, mikor az egyház hitelesen ki tudott lépni a falakon kívül. Azzal együtt mondjuk egy élő jó közösséghez tartozni, az viszont egy megerősítő dolog. Persze, tehát. De hát ezt megtudjuk, a közösség az mi vagyunk, az belőled meg belőlem áll össze, tehát hogy ezt mi helyileg hol éljük meg, ez már igazából tőlünk függ. Aha. Én azt gondolom, mindennek megvan a maga helye. És hogyha megint csak oda tudok visszakanyarodni, hogyha képesek vagyunk egymást valóban elfogadni, el tudjuk fogadni azt, hogy nekem az a fontos, hogy ez legyen neked az a fontos, hogy az legyen, és akkor az lehet most az, hogy te nem szereted, hogyha füstgép van, meg nagy fények, akkor én elfogadom, hogy neked úgy jobb, de ha én meg azt szeretném, hogy egy-egy dalba legyen dubstepet, akkor te meg azt fogad, de lesz kész. Aha. Bírjuk ki egymást, és egy kicsit így tágítsuk ki a saját látóterünket, és akkor mi van? Nagy bajunk nem lesz belőle. Ez így van. A bemutatkozásodban említetted, hogy amikor az életednek ez a nehéz szakasza volt, és ott volt a cigi, az alkohol, a drog, ez nem volt még annyira elterjedt, mint ma, ezzel előrevetítetted azt, hogy azért a mai fiatalok életében ezek sokkal jobban ott vannak. Mennyire látod ezt meghatározónak, vagy milyennek látod ma a fiatalokat, akár ahhoz képest, amilyen a te életed volt 13-14 évesen? Mi az, amivel küzdenek ma a fiatalok? Milyen élethelyzetben vannak? A
főleg a középiskolában, de már általános iskola felső tagozatban is. Én magukat, a diákokat, meg a most csúnya szóval élve a gyerekanyagot, én ezt fantasztikusan jónak látom. A körülöttük kialakult helyzetet, azt viszont tragikusnak. És ez, erre én nem tudok megoldást. Egyébként azt látom, hogy nagyon sok összetevős dolog, mert hogyha egzisztenciálisan vagy társadalmilag olyan háttérből jön, ahol nem tudom, nehéz az élet. Nagyon sok összetevős, rengetegen, tehát mindegyiküknek megvan a saját sztória. És pont a feleségemmel beszéltük valamelyik nap, hogyha így kiírnánk a mellkasunkra vagy a homlokunkra, hogy nekünk most mi a bajunk és hogy miért nem mosolygunk éppen, akkor lehet, hogy egy picit toleránsabbak tudnánk lenni egymással. Tehát, hogy én nem, pont a saját példám miatt, amikor megkérdeznek fiatalok, és azt mondja az egyik például, hogy figyelj, 3 hónapja tök tiszta voltam, de figyelj, most hétvégén úgy szétcsúsztam, hogy ez nagyon gyalázat volt, szerinted én imádkozhatok-e így is? És mondom, hát hogy a viharban-e? Hát pont most van szükség arra, hogy imádkozzál, most van szükség arra, hogy oda menj az Isten elé, persze. És ezt most mondom saját magamnak is egyébként. Uh-huh. És mondjuk egy ilyen fiatal, ha egy olyan közegben nő fel, amit említettél, ahol ilyen vas szigor meg szabályok vannak, akkor föl sem meri tenni ezt a kérdést, nem? Nem tudom, hogy föl meri tenni a kérdést. Én annak örülök igazából, hogy fölvetődik maga a gondolat, hogy megszólítsa az Istent. Tehát szerintem ez már egy óriási nagy dolog. És ha már itt tartunk, erre már lehet építeni. Uh-huh. De mondom, nagyon sok dologból tevődik össze, tehát annyira nagy hatással van mindannyiunkra ez a nagy rohanó világ, az internet, megállás nélkül információ áradat van körülöttünk, és ömlik bele az arcunkba a hirdetés, a politika, a reklámok, a sztárok, egy csomó mindenre odafigyelünk, csak sokszor tényleg ebben a nagy rohanásban nehéz megállni, elcsendesedni, és hozzáteszem, ha ez meg sikerül, az nagyon riasztó tud lenni. Tehát én azt is megértem, ha valaki nem akar elcsendesedni. Megállsz egy pillanat, amikor csak a csönd van, kiderül, hogy az Úristen tényleg van, és egyébként tényleg szeret, ez ijesztő tud lenni egy-egy pillanatra. Uh-huh. És a te számodra vannak olyan technikák, vagy olyan dolgok, amire odafigyelsz, hogy ne csúsz bele ebbe a kapkodó rohanó életbe, itt tudatosan? Hát én nagyon tudatosan égetem két végén a gyertyát, az igazság, tehát hogy szoktam mondani, hogy én olyan tempóban alszom, ahogy más pörög. Tehát én meglehetősen energikus ember vagyok. Nem szeretek nagyon sokáig aludni, nem is bírok. Nagyon-nagyon szeretem, ha zajlik az élet, tehát hogy én akkor vagyok jól. Időnként meg nyilván kell az, hogy egy picit visszavonuljon az ember, és csönd legyen körülötte, de én alapjában véve élvezem ezt a fajta rohanást. Aha. Most nem tértünk ki arra, hogy a zenei rész az hogy jött az életedbe. Most annyit, hogy kérdezzek, hogy hány CD-d és hány videoklipet készült eddig? Hát mostanában kezdtem el dolgozni aktívabban az 5. albumon, tehát eddig 4 album jelent meg. Videoklipből nem tudom. Hát abból szerintem körülbelül egy 10-12-t csináltunk eddig, amit így a hivatalos YouTube csatornán meg a weboldalunkon tettünk közzé. Nyilván van ennél sokkal több is, fölkerülnek innen-onnan felvételek, de szerintem valahogy a 8 és 12 között lehet az, amit így hivatalosan eddig megcsináltunk. Majd szépen lassan fog ez nőni. Ez kapcsolódik a korábbi témánkhoz, és mindjárt mondom, hogy hogyan gondolom. Ugye nagyon fontos az, hogy ismerjük a mai fiatalokat, őket szeretnéd megszólítani, és ehhez neked egy nagyon fontos közvetítő eszköz a zene. Hagyj kérdezzem azt most, nem a Szentlélek és egyéb részét, mert mindjárt arról is beszélgetünk, hogy mennyire követed tudatosan a zenei trendeket. Mennyire szeretnél mindig a legmodernebb zenei eszközökkel megszólalni, amit abszolút a fiatalok hallgatnak, hiszen tudjuk, hogy fél év alatt mondjuk egy-egy sláger már teljes unottá válik. Követed ezt tudatosan, vagy van egy saját zenei világod, és azt valósítod meg? Én próbálom ezt valamelyest figyelni, de azért nagyon sokszor fogom a fejemet. Tehát, hogy én úgy érzem... Despacito stílusban még nem értem. Úgy érzem, nem én vagyok a célközönsége ezeknek a slágereknek, amik mostában a rádióban például mennek. De a fiatalok mennek. Igen. A fiatalok igen, de én meg nem vagyok annyira fiatal, sajnos már, vagy nem tudom. Ez igazából
Én nagyon szerencsés vagyok, mert nincsen rajtam semmilyen nyomás. Tehát én nem akkor adok ki lemezt, amikor azt mondják, hogy most ki kell adni, meg írni kell a dalt, hanem ha van miről, meg ha úgy jön össze minden, akkor adok, akkor írok egy új dalt, akkor csinálok bármit is, de alapjában véve én nem kifejezetten törekszem arra, hogy én minden áron egyedi legyek. Én inkább arra törekszem, hogy saját magamat adhassam. És hogyha ez egyedire sikerül, akkor tök jó, mert akkor egyedi. Ha meg ez valamelyest kompatibilis a mai trendekkel, akkor meg az is tök jó. Uh-huh. Én erre így különösebben nem szoktam odafigyelni. Tehát vannak olyan hangzások, amik nyilván tetszenek, meg amiket én is esetenként megpróbálok alkalmazni, de hogy én most kifejezetten erre a vonalra álljak rá, hogy úgy csináljam, ahogy, az nem. Aha. Ez nehéz is volna, hiszen én ugye mostanában meg sok elektronikus, meg mindenféle nóta jelenik meg, én meg egy billentyűs csávó vagyok, tehát erre nem is sok esélyem van, de ez így tök jó. Említetted, hogy nincs rajtad ez a kényszer, hanem sokkal inkább engedheted azt, hogy akkor írj, amikor a Szentlélek indít erre. Ezt a részét hogy éled meg? Hogyan érzed azt, hogy most tényleg a Szentlélek erre inspirál téged? Hát figyelj, vagy jön, vagy nem jön. Tehát én meggyőződésem vallom azt, hogy az ihletett állapot az mindig az Istentől indul ki. Minden egyes dalt, amit megírok, azt az Istennek a dicsőítése céljából írom. Akkor is, hogyha ez olyan, ami beépíthető a vasárnapi liturgiába, és akkor is, hogyha ez kifejezetten a templomon kívül fogja megállni a helyét. És nincsen semmi baj szerintem. Hát, és ez így jó. Ha jön, akkor azt valahogy érzem. Tehát van egy ilyen flow, vagy nem tudom, most nagyon csúnya szó, de hogy az úgy magával ragad. Vagy egy olyan dallamvilág, vagy egy olyan zeneiség, vagy egy olyan szövegrészlet, vagy valami adódik, amire aztán lehet építeni. Aha. És elérkeztünk a beszélgetésnek egy olyan részéhez, mint amikor mondjuk két festő beszélget egy festményről, amit senki nem lát, és próbálja elmondani, hogy milyen, de mi abban a helyzetben vagyunk, hogy be is tudjuk mutatni az egyik dalodat. Ha erről mondaná egy pár szót, az Epilógus című. Az Epilógus című dal, az egyik nagy kedvencem. Annó azért született meg ez a dal, szerettem volna egy olyan számot írni, ami szerintem egy tök jó koncertbefejezés, hogy akkor majd mostantól mindig ez lesz az utolsó dal, és mindenki szeretni fogja. És nem egészen így jött össze. Alapjában véve szeretik az emberek, amikor eljátszunk, de sokkal jobb helye van valahol az egész produkciónak a közepe táján. Egy jó velős eszencia ez a dal arról, hogy mit, miért és hogyan is csinálunk. Ez Epilógus, ez egyfajta összefoglalás arról a missziós munkáról, arról az egész életről, amit én hitnek vagy Istennel való életnek tartok. Köszönjük szépen, akkor így a második adás vége felé megnézzük ezt a dalt, és utána még visszatérünk. Ami éltet, nem nézek másra, nem bízom másban, csak benned. Kezdettől az életem, ott van a kezedben, s amíg csak lélegzem, nem nézek más, csak téged. Járni az úton, már az is jutalom. Menni előre, és meg nem állni, ha sötét vár rám, akkor is látni a fényt. Ha erőm elfogy, és nehéz járni, akkor is hinni, akkor is látni a cél. Ez a vágya, látni a célt, amit te vagy.
sosem voltál, emberré lettél, emberré lettél, Isten maradtál. Veled járni az úton, már az is jutalom, az is jutalom. Menni előre, és meg nem állni, ha sötét vár rám, akkor is látni a fényt. Ha erőm elfog, és nehéz járni, akkor is hinni, akkor is látni a célt. Menni előre, és meg nem állni, ha sötét vár rám, akkor is látni a fényt. Ha erőm elfog, és nehéz járni, akkor is hinni, akkor is látni a cél. Ez a vágyam, látni a cél, amit te vagy. Látni a cél. Látni a cél, amit te vagy. Most láttuk ezt a dalt, és annyit hadd tegyünk ehhez hozzá, hogy nyugodtan lehet reklámozni, hogy azon a nagy híres megosztó, videó megosztó csatornán meg lehet találni téged. Az fontos, hogy Szabó Balázs gospel zenészt, ezt írják be, mert van egy hasonló nevű világi zenész. Ha valamelyik dal címemet, ha beírjuk, akkor nagyobb eséllyel megtalálni. Tehát akár szebbé tesszük a világot, epilógus. Ragyogás, öröktől ismered. Váltságválság, lehet választani. Így van. És azért az egy nagyon fontos tapasztalatom, és mondom most ezt magamról, hogy ne Balázs mondja, aki ezeket a dalokat írta, hogy bizonyos élethelyzetben ezek nagyon-nagyon megerősítőek, ezek a dalak. Mondjuk akár a szebbé tesszük a világot tud lelkesíteni, vagy a fel nem adom, ez azért nagyon sok embernek jelent sokat ez a dal, és reméljük még fog sokat jelenteni. És én Balázsra együtt vallom azt, hogy ahogy Bachnak a zenéje valóban a Szentlélektől áthatott volt, és nem véletlenül írta oda mindig a végére, hogy Soli Deo Gloria, hogy egyedül isteni a dicsőség, én hiszem, hogy a mai keresztény könnyű zenén keresztül is az Isten szent lelke munkálkodik. Nem mindenki vallja ezt így, de én hiszem, hogy így van. És ha őszinték vagyunk, és erről ritkán beszélünk, ha megnézzük a idézőjelben mondjuk a hatásfokát, biztos, hogy ma a keresztény könnyű zene több embert vezet oda Istenhez, mint akár a komoly zene. Elég megnézni, hogy ma a zenei CD-knek 2-3% a komoly zenei CD, a többi viszont könnyű zene, és a fiatalokat biztos ezen keresztül tudjuk majd elérni. Az adás vége felé, és köszönöm, hogy erről is beszélsz, azt szeretném tőled kérdezni, arról szeretnék beszélgetni, hogy van az a Szabó Balázs, aki teljesen önazonos azzal, aki otthon apuka, mint aki fiatalok között szolgál, de otthon is van egy családod, és ott te vagy a pásztor, mert nem is szeretnél gyülekezetvezető lenni, de te vagy ez a pásztor. Ha egy pár szót mondanál a családodról, a gyermekeidről, és utána majd beszélgetünk, hogy otthon hogyan tudod őket megszólítani. Hát, fantasztikus családom van az a helyzet. 3 gyermekem van, meg 1 darab feleségem. Ilyenkor szoktam azt mondani, hogy 3 gyerekem is matekosok előnyben, 3-ennyi feleségem van. És nem messze innen, a Dunakanyarban, Tahitót faluban élünk. A legnagyobb gyermekem, ő most már 5. osztályos. Nem olyan régen döbbentem, hogy veszettül szalad az idő. Igen, Kornél, hát nagyon nagy forma. Igaz, ilyen kis örökmozgó gyerek, nagyon-nagyon sportos, dinamikus, jóvágású, nagyon jó eszű gyerek. Nóri a nagyobbik lányunk, ő most 2. osztályos, 8,5 éves, igazi művészlélek. Tehát érdekes látni, hogy a apából és anyából hogyan keverednek a tulajdonságok a gyerekekben. A legkisebb lányunk, ő pedig Petra, ő most volt 3 éves, október közepén.
És mi az, amit Petráról lehet tudni, amit én tudok, de szeretném hát, elmondani. Olyan szépen vezetett fel a kérdés, nem tudtam, mikor szeretnél. Nagyon fontos bizonyságtétel azért. Igen, igen. Három saját gyermekünk van. Kettő vér szerinti, és egy szív szerinti, hogyha lehet így fogalmazni. Petrát mi az Isten kegyelméből örökbe fogadhattuk. Uh-huh. És eszméletlen jó dolog meglátni azt, hogy ő tényleg nekünk az Isten ajándéka. Egész kicsi korától fogva mi nagyon fontosnak tartjuk, hogy az örökbefogadás szó az épüljön bele az ő tudatába. Én gyakorlatilag 2-3 naponta, meg Gabi is otthon, a feleségem, majd hogy nem napi szinten elmondjuk neki, hogy Petra, ugye tudod, hogy örökbefogadtunk. És mi ezt egész kiskorától, születésétől kezdve összekapcsoltuk, és mindig elmondtuk neki esténként, vagy napközben, hogy Petra baba, mi téged örökbefogadtunk, nekünk te vagy az Isten ajándéka. Most, ha megkérdezem a Pötyikét, hogy na, ugye tudod, hogy örökbefogadtunk, akkor azt fogja mondani, hogy igen, és te vagy Isten ajándéka. Tehát ez nagyszerű látni, hogy összekapcsolódik egy nagyon-nagyon pozitív és egy nagyon erős üzenettel az örökbefogadásának a ténye. És nagyon jó dolog azt látni, hogy ő tényleg az Istentől nekünk rendelt, vagy ránk álmodott baba, kisgyerek. Teljesen illik a családba. Abszolút. Nem tudok statisztikát mondani, de az örökbe fogadott gyerekeknek a jelentős részét olyan családok fogadják örökbe, ahol nem lehet saját gyermek, vagy pedig olyan keresztények, akik a saját gyermekük mellé fogadnak örökbe kicsit. Mi volt az élethelyzet, pillanat, az a közös gondolkodás, amikor erre jutottatok, hogy a két saját gyermek mellett nem az a célotok, hogy legyen egy harmadik vérszerinti gyermeketek, hanem hogy egy szív szerintit szeretnétek. Igen, kivártam, hogy ennek mi lesz a végén, hogy nekünk mind a három saját gyerekünk, ez nagyon fontos, és én azt gondolom, hogy minden családban, ahol van örökbefogadott és vérszerinti, vagy teljesen mindegy, hogy csak örökbefogadott gyermek, ez mindig a saját gyerekünk. Mi egészségesek vagyunk, tehát nekünk az örökbefogadás nem azért adódott, mert ne lett volna a lehetőségünk arra, hogy szülessen vérszerinti gyermekünk még, hanem valahogy nálunk ez egy 10 éves téma volt. Tehát én még csak udvaroltam a Gabinak, amikor már akkor is téma volt ez az örökbefogadás, hogy egyszer nekünk örökbe kéne fogadni. Igen, igen, igen. És aztán úgy alakult az életünk, hogy nagyon sok olyan ismerősünk van, ahol a családi berkekben látjuk, hogy van örökbefogadott és vérszerinti gyerkőc is, vagy éppen csak örökbefogadott gyerekek vannak. Ez olyan természetes volt nekünk mindig is, de hát nyilván erre azért meg kellett érni, és aztán azt vettük észre, hogy amikor ez az egész, hogy akkor most igen, indítsuk el az örökbefogadásnak a folyamatát, és akkor először fölhívtam a gyermekvédelmi szolgálatot, ez január elején volt, akkor áprilisra kaptunk időpontot, és akkor innentől elindult egy egész folyamat nálunk, és az Úristen annyira fantasztikus módon lépett oda mellénk ebben az egész történetben, hogy olyan volt, mintha bele csöppentünk volna egy kész forgatókönyvbe, igazából kapkodtuk a fejünket, hogy na hát, megint csak na hát, olyan nagyszerű dolgok történtek, és olyan gyorsan pörögtek az események, hogy egy nagyon nagy kegyelemnek éltük meg az örökbefogadás folyamatát is. Arról beszélgettünk, hogy nem egyszer napi 400-500 kilométert autózol azért, hogy az Isten szeretetéről beszéljen. Hogyan valósul meg ez otthon, amikor csak az egyik szobából kell mondjuk átmenni a másik szobába? Volt-e erre egy felépített elképzelésetek, hogy amikor gyermeketek lesz, akkor a pároddal hogyan fogjátok majd a hitbeli nevelését végezni, vagy ez úgy közbe alakult ki, vagy hogy kell elképzelni a életet? Volt elképzelésünk is, meg nyilván ez közben is alakult. Tehát azért a mi életünk egy picit hektikus, abból a szempontból, hogy nem az a standard van, hogy akkor reggel 8-tól délután 4-ig apa dalt ír, és akkor leteszi a lantot, és akkor onnantól, nekem ugye, hogyha zenekari próba van, hogyha hosszú utazások vannak, akkor én csak esténként érek haza. Este van a zenekari próba, általában a koncertek nagy része is esténként van, tehát nekünk egy picit másabb az életvitelünk ebből a szempontból. Van egy közös imádság, amit mind a három gyermekkel mindig együtt megtanultunk gyakorlatilag, ez csak úgy jött. Uh-huh. És nagyon sokszor esténként ezt imádkozzuk el együtt velük. De bibliai történeteket mondjuk CD-n hallgatnak, vagy olyan mesekönyvekből olvasunk nekik, vagy olyan mesét néznek, ami mondjuk bibliai sztorikkal van. Nagyon fontos hozzátenni, hogy egy tök jó a gyülekezeten belül vasárnap reggelenként egy tök jó gyerekfoglalkozás van nekik, ahol
nyilván korosztálynak megfelelően legkisebbik Petra is most már ilyen dalokat tanul, meg közben mutat hozzá, meg mindent csinál. Tehát így beleívódik az életükbe, és remélem, hogy természetessé is válik az, hogy az Isten megszólítható, és hogy az Isten a családunknak a része. Uh-huh. És igazából erre mi semmiféle ilyen nagy dolgot nem találtunk ki, meg nem is erőltetjük. Inkább ez, hogy legyen természetes. Uh-huh. Nagyon sokan úgy vannak, és én ezzel napi szinten szinte találkozom, hogy azt mondják szülők, hogy hát még a gyereket megkereszteljük, talán azért, mert mi szeretnénk, talán azért, mert a nagyi, vagy sokszor talán valami nem éppen keresztény szokás, vagy babona kapcsolódik hozzá, de utána nem beszélünk Istenről, ezt majd döntse elő. De miért tartjátok fontosnak, hogy ezt a döntést ne majd a gyerek hozza meg 18-19 évesen, hanem már most hallja ezeket a bibliai történeteket, hogy együtt imádkozzatok. Mert ez azt gondolom nagyon sok tévénézőt foglalkoztat, aki azt gondolja, hogy akkor tesz jót a gyerekének, hogyha megadja neki ezt a szabadságot. Idézőjel ezt a szabadságot. Én megadom neki a szabadságot, csak hát mivel számomra teljesen evidens az, hogy én az Istenről írok dalokat, én imádkozom és próbálom napi szinten megszólítani a teremtőt, ez egy természetes dolog, tehát én ezt nem erőltetem a gyerekre, de hát látja az apjától meg az anyjától, hogy együtt imádkoznak, vagy Bibliát olvasnak, hát most én azt gondolom, hogy ezzel rosszat nem teszek a gyereknek. Hát nyilván majd eldönti, ha nagy lesz, hát én is eldöntöttem a saját életemben, hogy akarom most az egész hitkérdést, vagy nem akarom. De hát aha. Én most megmutatom a gyereknek, hogy figyelj, virágszálon van egy ilyen alternatíva, apa meg anya azt látja, hogy akkor működnek jól a dolgok, hogyha az Isten kegyelmére bízzuk az életünket. Uh-huh. Mert akkor működik jól. Izomból nem tudok se az Istennek, se embereknek, senkinek megfelelni, mert belerokkanok. És aztán majd a gyerek meg eldönti, hogy ez szerint ez így egyébként hiteles, meg tényleg uh-huh. működik, vagy sem. Uh-huh. Igen, pont ezt szerettem volna még kérdezni, mondani, hogy az ember ugye otthon nem csak a szavaival prédikál, hanem a hétköznapi tetteivel is. Volt már ilyen, hogy bocsánatot kellett kérned valamelyik gyereket? Hogyne, persze. Hát ez figyelj, egy családban, hát mi útkor megkérdezték tőlem, hogy hívő család vagytok, akkor mondtuk, bizonyára akkor nincsen veszekedés, meg mit én. Mondom, ne viccelj már, hát ez gyerek dolog, hogy van 100 darab autó, vagy legyen mondjuk baba, mert akkor a két lány babázik, van 100 darab baba, az egyik elkezd játszani ezzel, tudja a másiknak is, az egy fog kelleni. Hát akkor mi van? Hajtépés, sikítozás, anya, apa, ez tök természetes dolog. És akkor tegyél igazságot. És akkor néha ezek miatt, amikor nem jól teszek igazságot, akkor bocsánatot kell kérni a gyerekektől, vagy fönn van már az agyam, mert akármi miatt egy picit feszültebb vagyok, és akkor erélyesebben szólok rá, akkor igen, oda kell menni, bocsánatot kell kérni tőle. Hát aha. Ilyen az életrendje. Igen, ezt azért köszönöm, hogy elmondtad, mert most, ahogy így hallgattalak, arra gondoltam, hogy szerintem nincs olyan család, ahol akár a szülők között, akár a szülők gyerekek, vagy gyerekek között keresztény családként is ne lennének feszültségek. Csak az ember ezt sokszor próbálja leplezni, eltakarni, és nem meri ezt igazán fölvállalni. És emiatt a gyereket tudat alatt is abszolút képmutatásra tanítja. Tehát hát szerintem arra, hogy folytsa el magában a dolgokat, az érzelmeit is, a kérdéseit is. Ugye a gyerek az csak gyerek, az nem hülye. Hát nálunk volt ilyen már. Egy szót nem szóltunk a Gabival egymáshoz. Tehát nem az, hogy tányércsapkodás, meg anyázás. Semmi. Egy szót nem szóltunk. A gyerek érezte, és csak így, ti most veszekedtek? Hát úgy, hogy tényleg egy büdös szót nem szóltunk egymáshoz, csak hogy érezte, hogy valami van a levegőben. Tehát a gyerekek nagyon jól megérzik ezeket. Annyit, hogy kérdezzek még, hogy bizonyára átéltétek, hogy a gyerekek nem egyformák, és átéltétek azt is, hogy ahogy nőnek, úgy változnak, és ahogy említett, a legidősebb gyermek 11 éves. Lassan belép a kiskamaszkorba, ami újabb élményeket fog hozni. Igen. Hoz. Hogy látod ezt? Ez egy közös tanulási folyamata a gyerekkel együtt? Hogyne, figyelj. Nincs kész recept, hogy egyiknél beváltoz a másiknál. Szerintem nincs kész recept, de ezt a saját gyerekkoromból is tudom jól, tehát hogy mi hatan vagyunk testvérek. Tehát egyrészt mi is mind a hatan teljesen mások voltunk, és nyilván az első az ilyen formán mégiscsak egy teszt, tehát először találkozik a szülő egy kamasz gyerekkel úgy, hogy minden nap együtt vannak, és össze vannak zárva. Nyilván a harmadik, negyediknél már ez rutinosabban megy, de hát akkor se tud szerintem mindenre fölkészülni. Hát persze mindegyik gyerek más.
én csak abban reménykedek, hogy a srácaimmal meg tudom tartani azt a viszonyt, ami most megvan. Tehát most az én legnagyobb gyerekem még mindig fölvállalja azt, hogy megölel. Telefonban úgy köszön, hogy szeretlek, apa. Ha ezt meg tudjuk tartani, hogyha az megmaradna, hogy figyelj, igen, én az apád vagyok, de velem bármikor, bármiről beszélhetsz. Itt vagyok, és tied vagyok, segítek. Hogyha tudja azt a bizalmat, hogyha nincs is igaza, én nyilvánosan akkor is mellé fogok állni, és őt fogom védeni. Aztán majd otthon majd leboxoljuk, hogy most ez hogyan volt, de hogyha ezt meg tudnánk tartani, hogy legyen egy bizalmi kapocs köztünk, hogy tudjad, hogy figyelj, apa itt van. Ha csak ennyit tudsz, akkor szerintem az már jó. Aha. Ez valahol ott dől el, hogy mit tesz a szülő akkor, hogyha a gyereke valamit elront, nem? Tehát, hogy akkor oda mehet, elmondhatja őszintén. Hát meg nem csak az, hanem gondolj bele, hogy micsoda különbség van a között, hogy te rossz gyerek vagy, vagy hogy rosszat csináltál. Ha óriási különbség, nem mindegy, hogy mit mondasz a gyereknek. Nem azt mondom a gyereknek, hogy te hülye vagy, hanem azt mondom, hogy hülyeséget csináltál. Nagyon nagy a differencia. Aha. Erre is érdemes odafigyelni a apróságokra. Ha már ilyen személyes voltál nekem, most az Úristen így felhozott egy történetet a saját életemből, pontosan tudom, hogy mikor kaptam ki utoljára. Voltak ilyen rosszasságok. Akkor, amikor azt mondtam édesapámnak, hogy megérdemlem, mert tényleg hazudtam, mert azt hazudtam, hogy az iskolában van a köppenyem már hetek óta, de otthon lógott a fogasom, és úgy megtalálták, és azt mondta, hogy megérdemlem, és édesapám majdnem elsírta magát, és azt mondta, hogy ennél több nincs, amikor eljut idáig egy hát szülő a gyereknevelésbe. Én nagyon köszönöm neked ezt a két őszinte órát, amit együtt lehettünk. Még az utolsó egy-két percben a terveidről mondj egy pár szót, és hogy hol lehet hallani téged. Tervem az rengeteg van. Én azt szeretném, hogy tudja az Úristen most először rólam az összes sallangot, meg mindent lekaparni, hogy csak az maradjon meg belőlem, amit ő akar. Se arc, se semmi ne legyen, csak ő. Nagyon szeretnék továbbra is annak a mesdjéjén haladni, ami egy nagy mottom, hogy korral haladni és Krisztusban maradni. Tehát ezt továbbra is szeretném így továbbvinni, hogy igen, haladjunk a korral, és ugyanakkor mégis maradjunk benne Krisztusban. Nagyon szeretnék az új albummal, az ötödikkel komolyan foglalkozni, és akkor 2018 első fél évében ezt szeretném a nagy közönség elé is tárni. Nagyon szeretnék egy bemutató koncertet és egy olyan sorozatot, ahol ezt az új albumot majd be tudjuk mutatni. Nagyon-nagyon szeretném, hogyha az megvalósulhatna, hogy tudjak úgy élni, hogy végre egyszer én is azt gondoljam, hogy hiteles vagyok, és ne csak mások mondják nekem ezt, hanem én is így érezhessem egyszer, de lehet, hogy az a jó, ha ez nincs így meg. De nagyon szeretném azt, hogy azt tudjon megvalósulni, amit az Úristen szeretne. Én nagyon-nagyon sok fiatalt és idős embert szeretnék még elérni az evangéliummal. Én nem kifutó pályáról és nem kispadról akarom nézni azt, ahogyan az Isten meglátogatja a mi nemzetünket, hanem én ebben nagyon aktívan szeretnék részt venni. Köszönjük szépen. Akkor ezt kívánjuk neked a tévénézőkkel együtt. Korral haladni, Krisztusban maradni, ez egy nagyon jó motto, és így várom önöket a jövő héten is ide a képernyő elé, amikor egy élő adással fogunk jelentkezni. Még egyszer köszönöm, hogy köszönöm itt voltál. Is, köszönöm lehetem. Önöknek is. A viszontlátásra. Több ezer életen át bennem élő szerelem, a kapukon háttörve megpihen a szívedet. Több ezer életen át bennem dúló fájdalom, szerte foszlik a fényben, felolvad az hajkadon. Több ezer életen át felsíró vérző sebek összefornak, gyógyulnak, ha érzik meleg kezed. Több ezer életen át hívtalak és vártalak, s lelkem mélyre úszva magamban megtaláltalak. Magamban megtaláltalak, magamban megtaláltalak. Magamban megtaláltalak, magamban megtaláltalak.